A börtön ellenére sem juhászodott meg, ambíciói a régiek, visszavásárolná 1995-ben épített stadionját, amely azóta az enyészeté lett némileg. Stadler József, az egykori NB1-es futballklub tulajdonosa, 220 millióra tartott akasztói arénára gyűjt. Nagyrészt már megvan a pénz, vele beszélgetünk még megmaradt foci kedvéről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Mert úgy tűnik, hogy ez a foci kedve örökké tart, igaz? Bármi történhet, megint itt van. Amikor néhány éve beszélgettünk itt, akkor éppen a Stadler FC-t akarta újraindítani. Végülis miért nem lett néhány éve újra klub akasztón? Kérdezem a tisztelt bíróságot? Hát azokat kellene megkérdezni, akik bejuttattak, mert lett volna meg... Én nem úgy képzeltem el a futballt, meg amit én szoktam mondani, azok valóságok, és ülnek is minden. Úgyhogy mi kijutottunk volna, 2 évet adtam magamnak, amikor elkezdtük a futballt, kijutottunk volna nemzetközi porondra mindenféleképpen, csak akkor még más volt a foci, nem itt volt. És az is, azt hiszem, hogy a régi felvételekből is, meg én voltam az MLS-i végrehajtó bizottságba is a 11 tagúba, csak ott is azért kaptam hideget, meleget, hogy én a külföldi játékosokat behozom, ugye, és akkor nagy nehezen ki tudtam harcolni 3-at, és mondtam, hogy gyerekek, még eljön az az idő, hogy lehet, hogy egy hazai játékos se fog játszani, ott is engem igazolt az idő. Ezt például nem mondtam el még soha senkinek, de ez azért bennem nyomot hagyott, mert akkor én annyi külföldi játékos hozhattam volna Oroszországból, meg Ukrajnából, hogy mi első évben is ki tudtunk volna jutni. Csak hát ugye, mikor én már a futballt elindítottam, akkor engemet már nyomtak lefele, hogy a stadionépítés elkezdődött. Az a stadionépítés, ha visszaemlékszik, végül is egy 12 ezer stadionról beszélünk, mennyiből jött ki akkor? Hát nem volt az olcsó, de én köszönettel tartozok annak a rengeteg embernek, például a teljes lelátó rendszert, vettem 2 homokbányát, onnét több 10 000 köbméter homokot összehordtak, és akkor ugye arra lett ez alapozva minden. Ez mind társadalmi munka volt. Nagyon sok társadalmi munka volt, mert nagyon szerettek. Ugye abban az időben én 50 ezer embernek adtam munka lehetőséget, 70 ezer vagon árut vittem ki a fák országaiba, és nem volt olyan gyár, amelyikkel nem voltam kapcsolatban, sőt, mi több, a nagy bűnöm, amire rájöttem, hogy ugye a privatizációt beleszóltam, nem tudtam, én azt hittem, hogy jót csinálok, amelyikek leálltak, azoknak is adtam tőkét, pénzt, és azt mondtam, hogy ti csak dolgozzatok, termeltessetek, gyártsatok, és én ezt majd, az az én dolgom, hogy fogom eladni, és én elrendeltem az üzemekbe a 3 műszakot. Jó, voltak abban az időben, akiknek nem tetszett a melósok közül, de mondtam, hogy gyerekek, eljön még az az idő, hogy örülnétek, hogyha dolgozhatnátok. Ha éjjel, igen. És most nem akarom magamat fényezni, de szinte minden engem igazol. Na most nézzük meg, visszatérve erre, hogy ez az akasztói stadion, tehát hogyha most látjuk, mert most látjuk, hogy stadionépítési láz van, az állam pénzéből, az állam támogatja ezt a stadionépítési programot. Ez az akasztói stadion, hogyha mai áron nézzük, akkor mennyibe kerülhetett? Vagy mennyi volt egyáltalán az ára most társadalmi munka ide vagy oda? Hát nem tudnám, ezt most nem tudom megmondani, mert ugye én olyan, mint ahogy mondtam is, hogy olyan nagy... volumenbe dolgoztam, hogy nem volt ez szétválasztva. Világos, nem volt olcsó, akkor se. Értem. De azért egy mondatot teszek hozzá, ha most építettem volna, akkor lehet, hogy kitűnt, nem lehet, hanem biztos, hogy kitüntetést kaptam volna. De várjon, ha most építette volna, akkor nem építette volna saját pénzéből, hanem oda kellett volna menni a politikába. Jó, csak megelőztem a koromat, akkor úgy igen, akarom igen. mondani, hogy a... Már úgy értem, hogy ma nem építeni a saját pénzéből, hát ma most pályázna... Nem, mert most kapnék rá pénzt, meg minden. Adna az állam, de én ezt saját pénzemből építettem. Papíron most ki a létesítmény tulajdonosa?
Hát most pillanatnyilag már a Stadler alapítvány, megvan a szerződés, bejegyzés alatt van minden. Akkor ki van fizetve az egész? Nincsen kifizetve, még egy 40-50 millió kellene hozzá, és akkor már azonnal birtokba vehetni. Tehát, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy megvan a szerződés, és abban a pillanatban, ez a hiányzó 50 millió, hiányzó 50 millió megérkezik, akkor kerül a Stadler Alapítvány nevére véglegesen. Igen, igen, pontosan. Már, de miért akarja megvenni? Nem kész csőttömeg ez? Tessék? Miért akarja megvenni? Nem csőttömeg ez ilyen állapotában? Nem, én egy csomó munkahelyet akarok ezzel teremteni, meg nem csak akarok, hanem ha ez megvalósul, akkor a környéken például a szállodáktól kezdve akasztóan is engem oda vonzanak a szálak, a falusi turizmustól kezdve Stadler Józsefnál állandóan fognak lenni, és nagyon komoly rendezvényeket akarok minden, találkozókat, bizniszklubtól kezdve minden, mivel én nem dolgozhatok, de én most is a kapcsolatrendszerem legalább akkora, mint volt, úgyhogy nem hanyatlottam meg, mert azért, hogy engem mindig megkurcoltak és börtönben voltam, még jobban generálta a dolgot, hogy igenis tudja senki, mert hogyha most valaki úgy érzi, meg hallja a műsort, meg ugye ez minden, hogyha én valaha mondtam, hogy csaljunk el egy forintot, akkor engemet inkább hozzák vissza egy napra a kivégzést, és végezzenek ki, azt utána visszaállítsák, hogyha én ilyen rossz ember vagyok. Nincs ilyen ember, hogy én csalni akartam, vagy bármit csinálni. Úgyhogy ez nem fedi a valóságot. No, azt nézzük meg, hogy miután van tapasztalat a stadion üzemeltetésbe, és most már épültek új stadionok, ezzel kapcsolatban mit tudna tanácsolni azoknak, akik ezekben az új stadionokban futballt akarnak csinálni a következő években? Lehet ezt nyereségesen csinálni? Például annak idején a Stadler FC stadionja nyereséges volt? Nyereséges. Miből volt nyereséges? Működött a bár, működött a szálloda, akkor sportrendezvények voltak, meg minden, minden. Hát ott most is megvannak nekem a pályák, meg minden, ami nem pont a stadionhoz tartozik. Ott olyan tornákat, meg minden tudok, meg fesztiválokat, ezer dolog van, csak ugye ez az idő rövid, de ha én megkapom ezt a lehetőséget, akkor nagyon sok vállalkozónak tudok segíteni. Mennyit kell ebbe beletenni még, úgyhogy olyan állapotban legyen ez a stadion ennyi év kihasználatlanság után, és hát nyilvánvaló kopás meg enyészet után, hogy itt komoly futballmeccsek legyenek? Én, hogyha a most birtokba kerülök, még két hónap után már rendezvényeket akarok csinálni, és folyamatosan majd bizonyára meg lesz az a forrás. Az is lehet, hogy kapok rá én is valami támogatást, akkor természetesen még könnyebb, de mindenféleképpen szeretném, hogy ez az utókornak megmaradna, ne az enyészeté legyen, és ha én ott leszek, akkor ennek gazdája leszek, meg van én nekem nagyon sok segítőm, meg minden, úgyhogy ez mindenre jó. Na jó, világos, csak azt mondom, hogy ha itt mondjuk komoly futballt akar csinálni, mert ugye nem akarok most saját csapatot. Azt nem, de olyan, hogy legyenek komoly meccsek, mert ugye azt is mondta, hogy vannak érdeklődők, szerb csapatok is. Hát tehát, hogyha itt valaki akarna játszani, mondjuk az tervben van, hogy rendszeresen, tehát mondjuk oda vonzon egy csapatot, amelyik akár ott játsza, úgymond a hazai mérkőzését, mint annak idején a Gászer, a Gárdról. Mindenre hajlandó vagyok, minden. Féleképpen, hogyha valakinek van elképzelése, természetesen tornákat, különböző csapatokat, minden utánpótlás, vagy akármi, de én arra fogok törekedni, meg majd körbeveszem magam akkor olyanokkal, akik tudnak segíteni, és mindent egymagam ugye nem tudok, akik szakemberek, minden üzletkötők, akkor az idegenforgalomtól kezdve minden, és akkor én ezeket, nekem megvannak, hogy akkor kivel kell felvenni a kapcsolatot, minden. Én már nekem
elég 4 óra hosszát aludni, a többit fönn vagyok mindig, én dolgozni szeretem. Olyan, mint a magyar miniszterelnök, nem? Hát most jó, ettől rosszabb ne legyen, úgyhogy... Na most, mert azért kérdezgetem ezt, hogy arra nézve van-e számítás, hogy lesznek rendezvények. Hát ugye rendezvényeket nyilván viszonylag hamar le, attól függ, hogy milyen rendezvény. Fesztiválok, hát, minden. Holnap bemegy, birtokon belül kerül, egy héten belül mondjuk egy ilyen birka legeltető verseny, biztos lehet tartani ott a gyepen, de ahhoz, hogy igazi, komoly futball legyen, azért ott kell sok mindent befektetni majd, nem? Nem kell itt most a csillagos égre számítani, mert én kapok sok olyan segítséget, ami nem is fog pénzbe kerülni, hanem azért, hogy Stadler Józsefon segítsenek meg minden, meg én vissza is adom mindenkinek. Én az adományokat is úgy vagyok vele, hogy aki ad, azt le is lakhassa a szállodába. Én bemegyek, ott leszek, egy hónapon belül működnie kell a szállodának, meg mindennek. Uh-huh. Ami már termelés, szóval én most nem csak, hogy most adják a pénzt, hanem ott termőre fordítja. Ezt számon lehet akkor kérni tőlem. Na most azt mondja meg, hogy a maiaknak egy néhány tanács, amikor látja mondjuk egy olyan self-made man utódját mondjuk a labdarúgásban, mint a gázszerelőből lett milliárdos klubtulaj Mészáros Lőrinc, akkor például mit tudna neki tanácsolni, mit jósol a felcsúti klubnak és stadionnak? Ugye ott is valami olyasmi történt, hogy egy kicsi faluba láss nagy csodát, hát jó, persze más körülmények között, de létrejött egy ilyen stadion, meg egy futballklub. Mit kell tennie, hogy nehogy egyszer, hogyha az övéi kiesnek a hatalomból, úgy járjon, mint ön az a stadion, és az enyészeté legyen. Jó, ha én nem kerültem volna be, akkor ott akkora élet lett volna minden, hogy azt el se lehet mondani. Van én nekem akkora népszerűségem, meg szeretnek az emberek annyira, hogy nem félek. Most a Mészáros úrnak jó csinálja a dolgait. Lehet, hogy pont ő fogja felújítani. Bármi, minden lehet, én mindenre hajlandó vagyok, én csak gratulálni tudok, mert nagyon sok olyan létesítményt csináltak, ami az országnak a büszkesége azért. A sportra szükség van, most, hogy valamelyik kevésbé megy, meg nem, én nekem a népszerűségemnél fogva, olyan dolgokat fogok tudni csinálni, meg nem is akarom ellőni az összes patront. Ha én hónap elmegyek a másik tévébe, ott megint tudok újat mondani. Így van, tározzon be. De minden nap történni fog valami. Uh-huh. És nem is Stadler tűzijátékra számíthatunk. Ha újra kezdené, belevágna NB1-es klub építésébe? Bele. Hát most már főleg, mert ez lett a vesztem, ez lett a stadionra mennek még vissza a mostani ügyletek is, úgyhogy maradjunk annyira. Ma sokkal könnyebb lenne? Mai körülmények, ma lenne fiatal Stadler József, és ma kellene soha jelni. Nem kerültem volna börtönbe, hogyha a mai körülményekhez. Politikai hátszél kéne hozzá ma? Hát különösebben én úgy érzem, hogy nem. Most bizonyára, ha most építeném a stadiont, akkor nem azzal kezdenék, hogy lehet, vagy kohort vádakat csinálunk, és akkor becsukjuk ezt a bolond juhászt. Nem. Hát akkor én kívánok sok sikert a reformhoz szépen, és az újraélesztéshez. Köszönöm szépen, hogy itt volt.